Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat és eljött erre a mai polgári estre. Nagy és kellemes meglepetés ez nekünk, mert bizonyára mindannyian tudjátok, hogy Gödöllő tele van most rendezvényekkel, ballagások vannak mindenhol, táncvilágnapja van, pap professzor is itt van, ha jól tudom, a könyvtárban, tehát tényleg nagy volt a választék, hogy polgárember hova menjen péntek délután, de gondolom, hogy a nagy érdeklődést megmagyarázza az, hogy mai vendégünk Georg Spöttle, a mindannyiunk számára ismert biztonságpolitikai szakértő. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz, jó estét kívánok! És bevezetésképpen, bár azt hiszem, hogy őt mindannyian inkább a televízióból ismerjük, így élőben még nem volt szerencsénk találkozni vele. Hát, ez ki fog derülni az est végére. Természetesen az ember ugye neten kutakodik, én egy ilyen vele készült interjúnak a leadjében találtam meg a magot, amit talán érdemes beidézni, hogy nagyon rövidek legyünk, tehát szeptember 11, ez a nagy amerikai merénylet után így írt a akkor még máshol álló Magyar Nemzet, hogy az évtizedek óta megszokott elemzői sémákat bátran félredobó elhárítói múltjával eredeti és titokzatos új arc. Ez lenne Georg Spöttle. Nem vállalja. Olyan valaki, aki nem csak a Közép-Keletet, de a terrorizmus, az ellene folytatott harc belső műhely titkait is láthatóan jól ismeri. Nem, ez már közelebb van. Hát a média nem mindig 100%-os, ezt tudjuk. Esetleg erről is látunk egy kérdést. No, mint azóta megtudtuk, a német hadsereg katonai elhárításánál dolgozott. Nem. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát. Estimmel. De van ilyen, várj egy kicsit. Ideig a belügy kötelékeiben többek között a vietnámi, majd a mongol maffia elleni harc volt a területe. Azt a mindenit. Akkor nézzük tovább. Különböző bevetésekben vett részt a libanoni, az öböl és a délszláv háborúkban. Ez is tényleg. Az iszlám szakértője, ez is megvan. Legtöbbször a Közel- és Közép-Keleten dolgozott, ezen kívül mindenkinek feltűnt, hogy Georg Spöttle német neve ellenére kitűnően beszél magyarul, és innentől kezdve a kérdésre egy igazi tipikus közép-európai sors és élet bontakozott ki háborúval, szétszakított családdal, felnőtt korban megismert testvérekkel. Erről amennyiben óhajtasz, akkor amennyiben a biztonságpolitikai kérdésekhez tartozik, vagy ennek keretében említhető, akkor nagyon szívesen hallgatjuk. Egyébként pedig hát az est témája, mint ahogy meg is hirdettük, ugye a biztonságpolitikának a mindennapi életünkre gyakorolt, vagy a biztonságnak a mindennapi életünkben betöltött szerepéről szólna. Az lesz a forgatókönyv, hogy akkor Georg most elmondja azt, amivel hozzánk érkezett, utána egy néhány kérdést még esetleg alaposabban körbejárunk, és utána mindenki kérdezhet szabadon, ha így megfelel. Na, szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek péntek délután, amikor tényleg ballagásoktól kezdve rengeteg dolgot lehet csinálni, mint illegálisan letöltött filmeket nézni, hogy én is szoktam vagy edzeni. Tehát annyi igaz, hogy tényleg a német hadseregnek voltam 7 évig az ejtőernyőse, utána elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, viszonylag későn, 27 évesen kezdtem el tovább tanulni, akkor jelentkeztem egy baráti honszolásra a nyugat-berlini rendőrtiszti főiskolára. Utána kezdtem el egyből szervezetbűnözéssel foglalkozni, utána pedig vallásilag és politikai motivált bűncselekményekkel. Voltak különböző kisebb-nagyobb kitérők, amikben nem akarok belemenni, mert annyira nem publikusak. 2005-től 2007-ig voltam még 2 évig Afganisztánban felderítőként, és utána leszereltem, tehát most már csak teljes civil mi voltomban állok itt. Úgyhogy igazából úgy minden, ami terrorizmus, meg minden, ami iszlám, abba úgy beleástam magam, tehát kb. 7 évig foglalkoztam az iszlámmal, mint vallással. Vettem a fáradtságot, meg a költségeket, hogy elmentem például Kairóba az Azer Egyetemre, Libanonba az Amerikai Egyetemre, beszélgettem vallástudókkal, direkt azért, hogy egy kicsit belássam magam a vallásba, az iszlámnak a filozófiájába, kultúrájába, tehát nehogy csak úgy pejoratív, hogy ezek muszlimok, be kell lőni őket, turbán van rajta veszélyes, hanem egy kicsit úgy megszerettem ezt a kultúrát, igazából már kora gyerekkorom óta engem valahogy nagyon-nagyon érdekelt,
Van még így 5 éves koromból egy kis gyerek atlaszom, hogy berajzolgattam, hogy hova szeretnék eljutni, és csak ilyen helyek vannak, hogy Damaszkusz, Teherán, Szamarkand, Bagdad. Szerencsére ezeket be is jártam, tehát úgy gyerekként is hülye voltam, mindenki tudta, ebből rendőr lesz, valóban így van. Úgyhogy készítettem is egy ilyen kis prezentációt, ami tök egyszerű, tehát tényleg egyszerű, kékfehér és ronda, de hát egy rendőrtől ne várjatok többet. Na, lényeg az, hogy azt a címet adtam a kis előadásnak, hogy a védtelen Európa, mert igazából azt kellett észrevennünk tavaly óta, hogy Európa valóban védtelen. Kiszolgáltatta magát körülbelül 2 millió muzulmánnak, akik ugye Merkel asszony meghívására számolatlanul érkeztek be az Európai Unióba. És azt lehetett látni, hogy a 28 európai országból igazából egy ország, Magyarország volt képes arra, hogy megvédje magát, hogy felépítették ugye az ideiglenes technikai határzárat. És ilyen napi 9600-ról igazából azt mondhatjuk, hogy nullára esett vissza a beérkező migránsoknak a száma. Ami nagyon pozitív, és ahogy beszélgetek így kollégákkal, barátokkal Németország szerte, mindig nagyon csodálják, meg nagyon-nagyon dicsérik a magyar kormányt, mindig azzal viccelődnek, hogy 2 hétre adjon kölcsön Orbán Viktort, mert akkor rendet tenne Németországba is. Mert pokoli nagy problémák vannak a beérkezett migránsokkal. Tehát olyan gondok vannak, hogy ebből a beérkezett 2 millió emberből körülbelül 500 000-ről nem tudunk semmit. Azt feltételezik, hogy egy jó 100 000 az valahol elcsellengtek. Ugye voltak ismerőseik, rokonaik az Európai Unió más országaiban, Svájcban, Skandináv országokban, Franciaországban, és elmentek ugye valószínűleg ott illegálisan munkát vállalni, és ezáltal úgy eltűntek a radarról. De ami igazából aggaszt minket, az a másik körülbelül 400 000 ember, akiről nem tudunk semmit. Akik nem regisztráltak, tehát a regisztráció ugye azt jelenti, hogy megjelenik egy rendőrösön, egy migrációs központban. Tehát ez a lényeg, hogy erről a 400 000 emberről, akiről semmit sem tudunk, ezek jelentenek egy nagyon komoly veszélyt, nem csak az én, hanem tényleg nagyon sok rendőrbarátom, kollégám, meg nagyon sok normálisan gondolkodó terrorelhárító szemében. Mert elég hülye lenne az a terrorszervezet, mondjuk az iszlám állam, amelyik nem használta volna ki, hogy majdnem egy éven keresztül nyitva volt az aranykapu. Ugye jöttek be az emberek, azt lehet tudni titkosszolgálati forrásokból, hogy az iszlám állam mindent megpróbált, hogy bejuthasson Nyugat-Európába. Megpróbálta korrumpálni különböző diplomatákat az Európai Uniós országokban. Ilyen 20-30 000 eurókat ígértek egyetlen egy vízumért, hogyha megkapnak egy schengeni vízumot, hogy bejuthassanak, és itt szervezkedjenek, terrorcselekményeket hajtsanak végre. Csak szerencsére ez a számításuk nem jött be, de sajnos nem sokra rá, ugye beindult Merkel mama kérésére ez az óriási migráns áradat, ami ezt a komoly problémát jelenti. Ugye látjuk ezen a képen is igazából ugyanúgy vagy Röszkénél, vagy ugyanúgy, hogyha ezek a képek például tegnap készültek Lesbosz szigetén, Görögországban. Ugye itt is megmutatták a migránsok az igazi arcukat, akár csak a röszkei csatánál, hogy ezek nem ilyen valóban szerencsétlen és szánnivaló emberek, akik a háború elől menekülnek, hanem ők maguk a háború. Mindig mondják, hogy jaj, szegények, hát persze, hogy eljönnek, mert ott háború van. De akkor felteszem a kérdést, hogy miért van ott háború, mert rossz a helynek a feng shui-ja? Hát akkor oda küldünk egy kínait, ugye fölakaszt egy bágóhatükröt, a háromlábú béka integető cica, és tök jó lesz, minden újra béke van, csodálatos. De a felekezeti összeférhetetlenségük, ugye a síták és a szuniták között, vagy az iszlám és a kereszténység között, a különböző politikai pártok, vallási irányzatok az iszlámon belül, radikálisok, kevésbé radikálisok, akár még a síta vallási felekezeten belül, azok szítják ezt a háborút, és a háborút ők nem fogják ott hagyni, hanem amitől félünk, meg amitől nagyon helyesen a magyar kormány fél, az, hogy a háborút áthozzák ide közénk. Lehet látni, hogy az úgynevezett menekült otthonokból, holott ezt a szót menekült, ezekre az emberekre nem használnám. Én láttam valódi menekülteket például a 80-as években, amikor Ayatollah Khomeini átvette a hatalmat. Akkor valóban emberek az életüket féltették, meg nem fogom elfelejteni, találkoztam olyan iráni katonatisztekkel, akiket elfogott Khomeini titkos szolgálata, brutálisan megkínzózta őket, és azok valóban az életükért futottak. Vagy emlékszem olyan emberekre, akik például Pol Pot, ugye a kambodzsai mészárosnak a titkos szolgálata elől menekültek, amikor 2,5 millió embert ugye meggyilkoltak a kommunisták Kambodzsában, 70-es évektől egészen a 90-es évek közepéig, azok valóban menekültek voltak. De ezek az emberek, hogy lehet látni, hogy semmibe veszik a határokat, semmibe veszik a fentálló országoknak, amiken átlépnek a jogrendjét, átgázolnak nemzetközi határokon azzal, hogy we have right, we have human rights,
hogy emberi jogaink vannak. Kérdem én, kinek van emberi joga? Mindjártnak vannak emberi jogaik, de hogyha át akarok lépni egy határon, lehet, hogy ez már ilyen kicsit old school, réges, de én mindig egy útlevelet veszek elő, és akkor hello, ez vagyok én, biometrikus adataimmal, és be tudom mutatni, hogy ez vagyok. De ők viszont azt mondják, nekünk jogunk van eljutni Észak-Európába, Németországba, Norvégiába, vagy ahol éppen készülnek, csak kérdezem miért? Milyen jogalappal? És lehet látni, hogy egy menekült, hogyha elér egy biztos országot, mint Görögország, akkor igazából hálát ad az Istenének, és azt mondja, nem kell féltenem az életemet, itt már nem bombáznak, kapok enni. Igazából mit kell ilyenkor csinálnom? Megtanulom a lehető leggyorsabban a nyelvet, beilleszkedek, munkát keresek magamnak, megpróbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak, és kihasználom azokat a lehetőségeket, amiket egy demokratikus jogállam nekem ad. Például Görögország. De ők nem ezt teszik, ők mindenáron tovább akarnak menni a nyugatra, és mi ennek az oka? Szerintem mindenki tudja, a pénz. Egyedül az. Ugye lehetett tudni, hogy átjöttek először Törökországba, ott dolgozniuk kellett például a török menekültáborokban. Törökök azok rafkósok, nem mondom, hogy kihasználták a migránsokat, igazából munkát adtak nekik, textilgyárakat építettek fel, és egy textilgyári munkás körülbelül 300 eurót keresett egy hónapban, vagy keres mai napig is, aki ott dolgozik. Azért belegondolok, az nem egy olyan rossz pénz, az valahol 90 és 100 ezer forint között van ugye a mai árfolyamon. Hát én ismerek nagyon sok embert, akik Magyarországon se kapnak többet, mondjuk egy fonóban, vagy nem tudom, élelmiszergyárban, vagy bárhol. Tehát ahhoz képest, hogy migráns dolgozhatott, és 300 euróból azért Törökországban, egy menekültáborban egész jól meg lehet élni. De ugye hallották, hogy Németországban dolgozni se kell ezért a pénzért, akkor már sokkal szimpatikusabb lett a dolog. Tehát minden migráns, aki eléri Németországot, először is alanyi jogon kap 140 eurót. Ha 7-en, 8-an, 9-en vannak, úgy általában nagy családok jönnek, akkor értelemszerűen ez vonatkozik minden felnőttre és minden gyerekre is. Ingyen van ugye a lakhatás, ingyen van az orvosi ellátás, tehát nagyon megéri, mert igazából egész nap semmit nem kell csinálni, kapják a pénzt, betegek elmennek orvoshoz, meggyógyítják őket, de jó, mondjuk ők elképzelték, hogy Németország az a hely, amit ők élhetőnek tartanak. De hogy látom például, vagy látom az unokatesóimon keresztül, van két unokahúgom, a Katrin meg a Natali, mind a ketten általános iskolai tanárok, és ők felajánlották ugye nagy lelkesen még a problématika elején, hogy ők tanítják majd a migránsokat németre. Fennmaradnak a hétvégén a suliba 2-3 órára, és amelyik migráns jön, kapott írószert, füzetet, lapot, bármit, és elkezdik az alapoktól kezdve átvenni velük a német nyelvet. Ami ugye nem kis feladat, mert a migránsoknak körülbelül 90%-a még a saját nyelvén is analfabéta. Tehát ugye nem ismerik, arab betűkkel írnak, de hát rengetegen például Afganisztánból, Pakisztánból ugye csak arab írásjeleket használnak, de pashtu, urdu, dári, fárzi nyelveket beszélnek, amik a iránival, a fárzival, a perzsa nyelven rokonok. Tehát semmi köze az arabhoz, de ők mondták, ők megpróbálják, ugye meghirdették több nyelven a kisvároskába, Bajorországban, Memmingenben plakátokon, hogy bárki jöhet, kortól, nemtől függetlenül oktatjuk őket. Hát az volt a fácit, hogy nem jöttek. Egy darab nem. Viszont unokatestvére még őrizetbe vettek nem messze a sulitól egy nigériai fiatalembert, szintén frissen érkezett migráns, akinél találtak 20 ezer eurónyi szintetikus drogot, krisztálamfetamint. Tehát ő már beilleszkedett ott valamelyik mafiába, mondta, hogy neki nem is kell annyira az a szociális segély, hát azt megkeresi egy fél óra alatt, úgyhogy példát mutatott a többieknek. És éppen ez a probléma, hogy amellett, hogy így viselkednek, hogy nem mutatják meg a szikráját sem a beilleszkedési akaratnak. Jó, hogy itt megállítottuk Magyarországon ugye a migránsok áradását, de azért itt is lehet nagyon csúnya dolgokat tapasztalni. Elmesélek most két saját sztorit. Nem most vasárnap, egy héttel azelőtt, úgy eldobtam barátnőmet dolgozni, és utána korra reggel úgy kicsit kertészkedtem kint, ilyen kis palántákat ültetgettem, meg minden, mert én kis cuki vagyok, amikor nem vagyok szolgálatban. És látom, hogy két afrikai fiatal ember jön be a lakóparkba, ahol lakom Budán, fönt a hegyen, tehát nagyon szép rész, úgy közel a miniszterelnök úrhoz, Tuzson Mence úrhoz, tehát igazából ott jó környék, na most villogok. És jön két afrikai srác, hát nem néztek ki túl jól, igen, tehát úgy csöppet sem szimpatikus arcok voltak, és csomó cucc volt náluk, ilyen kempingfőző, hálózsák, hátizsák, ilyen nejlószatyrok, tehát úgy kilógtak ott valahol a sorból, mert azt mondom, 8 ker, passzol. 12. kakuk tojás.
Szólok nekik, hogy hi guys, what's up, just move in, hogy mi van, fiúk, éppen költöztök? Azt mondják, no English, és bementek a lakásba. Hoppá. Ugye gyorsan magamhoz vettem egy gyógyászati segédeszközt, mert sose lehet tudni. Ugye. Lehet, hogy paranoiás vagyok, de még mindig életben ezt szoktam mondani. És nyomom ott a csöngőt, és kijön egy ilyen korombeli amerikai hölgy. És hogy can I help you, segíthetek? Hát mondom, igen, itt ezt a két srácot szeretném éppen úgy kérdőre vonni, hogy miért jöttek be ebbe a lakásba, ami 3 éve itt áll üresen. És mondja, hogy ó, hogy ez nem gond, ők barátai, és éppen szülinapot készülnek itt ünnepelni. És úgy besandítottam ott a résnyire, amennyire kinyitotta az ajtót, és hát ilyen 10-15 embert láttam bent, arabokat, fekete afrikaiakat. Hoppá, mondom, hát itt baj van, ezek sokan vannak, ugye, sok arab Georgot győz, van egy ilyen közmondás, vagy lesz, lett volna, ha elkalapálnak, mint szikvizárus a paripáját, de hát ez nem történt meg, mert óvatos voltam, és mondom, oh, birthday, oh, so nice, mondom, szülinap, de aranyos, have fun, don't wanna disturb you, hogy nem akarok zavarni, és elmentem már is, mint aki jól végezte dolgát, mert a mobilomat azt az ebédlő asztalon hagytam, hívtam rögtön a kollégákat a tektől, mondom, gyertek, sokan, mert ők is sokan vannak. Mennyien? Hát mondom, 10 biztos, de mondom, lehet, hogy még több is lesz, mert egy nagy 3 szobás lakásról van szó. Na, ilyenkor persze ugye minden rendőrnek kigyull a fény a szemében, és jöttek sokan, körbevettük a házat, gyors briefing, minden, más kiárat nem volt, 3. emelet, hát ugrani lehet, de ugye a nagy G meg a parkoló az csúnya, tehát azt tudja, hogy nem fognak. Belovagoltunk, úgymond megcsináltuk a lakást, na 14 illegálist hoztunk ki a lakásból. Nigériaiak voltak 3-an, akkor afgánok, pakisztániak és irániak. Úgyhogy ilyen kis nemzetközi szülinap volt, érdekes módon nem volt torta. Pedig gondoltam, hogy flitter ruhában kiugrom a tortából, mindig szerettem volna ilyet elkövetni, nem jött össze most sem. Viszont egy csomó polifóm, hálózsákok, párnák, konzervek százai, rengeteg ásványvíz, kempingfőzőköz, ezek a kis gázpalackok. Tehát lehet látni, hogy ott emberek arra rendezkedtek be, hogy egy-két napot ott elészakáznak, utána valaki viszi el őket. Mondjuk ez az amerikai hölgy, én rossz májú vagyok, hogy felütött, hogy miért vezetett ő egy kis buszt. Már érdekes. Úgyhogy hát nem volt ott szülinap, hanem igazából 14 illegális, akiknek nem ott kellett volna lenniük, hanem vagy a saját hazájukban, vagy mondjuk a bicskei regisztrációs és menekült központban. Nem a hangom csuklik el a mikrofon néha, úgyhogy még annyit nem ittam, de az késen is múlen. Fiatal még az este, és péntek van. Úgyhogy, ja, ezt az Alföldön tanultam, pár ami Alföldi, mondtam, és ígyunk. Úgyhogy, ja, most ott van, mert ballag a húga, úgyhogy most nem viszom, hanem előadok nektek. Tehát nagyszerű volt, elvittük őket, és ez az amerikai hölgy, mint kiderült, hebeget, hápogott, hát ő a Jézus igéjét akarja vinni az embereknek. Mondom, mi érdekes, hogy ilyen muszlimoknak, igen, ez tök jó, ott ül egy pár turbános, ott zsebkoránnal és Jézus igéjét, csoda, még nem kövezték meg, úgyhogy tudja, hogy embercsempészek, de nagyon érdekes, mai, ugye mondtam, párom ment balaktatni húgát, kivittem őt a buszpályaudvarra a Népligethez, és nem is rögtön barátnőmnek tűnt fel, nézd, azok nem afgánok? Mondom, de. És tényleg ott toporgott egy pár afgán, úgy nézelődött, lehetett látni, hogy rohadtul nem tudják, hol vannak, akkor szálltak le egy távolsági buszról, mi érdekes, Szeged felől jött, délről, tehát mennek tanulni, milyen szakra, éjszakra, ezt még jó pofigéza mondta, ez tök jó. És egyik elővette a mobilját, nyomkodt ott, SMS-ezett, párom elment, én gondoltam, én ott egy kicsit még toporgok szintén velük, és megjelent érdekes módon ott is egy amerikai, ilyen 20 év körüli fiatalember, és mondta, oh, hi guys, I bring you to the meeting points, hogy hello srácok, elviszlek téged a találkozási pontra. Kezébe sluszkulcs, és elmentek egy autóhoz, úgyhogy marha érdekes, hogy az amerikaiak, nem tudom, hogy Soros Gyuri bácsi keze benne van-e, szerintem nyilvánvaló. Ebben nem kételkednék, esküszöm, nem vagyok egy ilyen nagy fogadó, de erre föltenném pár havi fizumot, hogy nyilván, hogy miért vannak ezek az amerikai, meg német, meg különböző migránsi magatók itt, mint Helsinki Bizottság, például milyen szép város Helsinki, és róluk nevezték el szörnyű, azóta nem szívesen járok Finnországba. Komolyan szegény, ha leval a rettenet. Még tök jó, Finország jó hely, május 1-én kell oda menni, most vasárnap, én egyszer voltam, csak átszálltam ott a reptéren, és lehet kapni Isten csörögefánkot, ott úgy hívják, hogy tippa leipa.
Tehát tök finom, hogy jártok már, és csak május elsőjén csinálják, különben soha. Tehát elég fánk szegények, ott inkább a vodka az, ami itt sütinek számít. Beigli van, nincs vodka. Így a topik. Szóval különben marha jó hely, de lényeg az, hogy a Helsinki Bizottság, hát az is ugye segíti ezeket az embereket, körülbelül ez a Líbiába készült ez a fotó. 500 000 ember van most Líbiába, akik arra várnak, hogy tovább jössenek Európa fele. Most ugye Ausztria bevezette a Brennerhágon is a határellenőrzést, meg a mélységi felderítést. Tehát ha átmennek Olaszországba, az olaszok most éppen fú tiltakoztak, hogy mekkora nagy nácik az osztrákok is, hogy ugyanolyanok vagytok, mint Orbán Viktor mondták, bezárjátok a határt, de meg fogják szívni, mert ott ragadnak mind Olaszországban. Épp úgy gondolkodtam, hogy elmenjünk nyaralni Szicíliába, de mondta egy utazási irodási ismerősöm, Szicíliába ne, mert már most tele van migránsokkal, tehát folyamatosan viszik őket át. Az iszlám állam marha okosám, tehát nem csak ilyen buckalakok, hanem van ott egy néhány jó agy, elfoglaltak egy pár líbiai kikötőt, és onnan viszik át az embereket Európába. Ugye Lampedusa nagyon közel van, Szicília nagyon közel van, tehát igazából ott is egy jobb hajóval egy éjszak alatt el lehet érni az Európai Uniós határt, illetve az orosz partvidéket. És oda viszik ezt a rengeteg embert, aminek hát majd nagyon fognak örülni Olaszországban. Na, ez is tegnapi hír, ugye megvan a kölni horror szilveszter egyik hangadója. Ugye mindenki tudja, hogy mi történt Kölnben. Lányokat molesztáltak nagyon durván, egy rendőr kolléginát megerőszakoltak. Szegény csak a fegyverét féltette, mert azt mondta, hogy bármi történik, a fegyverem ne vegyék el. Mert ugye ha elveszik a fegyveredet, minden rendőr rémálma, vagy elveszteni egy fegyvert, és ha azzal egy bűncselekményt követnek el, akkor ott vagyunk mi is benne a buliba. Hányavetén kezeltük a fegyvert, nem figyeltünk, unzavejtel mondjuk megölnek vele valakit, megyünk mi is be a sitre, mert igazából hozzájárultunk egy gyilkossághoz, bankrabláshoz, vagy bármilyen más tetthez. Több mint 1000 feljelentés érkezett nőktől, tehát mindenki nagyon ki volt akadva. Ugye Németországban itt fordult meg egy kicsit a közvélemény. Mert mindig az volt, hogy kezdem az elejétől vissza a KH-ig. Tehát az volt, hogy a német sajtó úgy kommunikálta az egész migrációs helyzetet, hogy jaj, egy pár száz szír család, szegények, kisgyerekkel, minden, itt ragadtak Magyarországon, a keletinél. Ugye a német sajtó csak olyan fotókat hozott le, ilyen bambi szemű kisgyerekek ott a mamával, plüss nyuszi, és hogy hát ez a gonosz Orbán Viktor nem engedik ki őket. Aztán ugye elindultak, én pont ott voltam a keleti pályaudvarnál, néztem ott a történéseket, és akkor egyszer csak jöttek ezek a srácok a kis kézi hangszó, is mondták, hogy jalla jesebab, gyerünk fiúk, jalla illa elmáni, induljunk Németországba, és hát ugye elég sokat jártam arab térségben, tudom, hogy azért nem a legpattogósabbak, tehát katonás fegyelem meg minden, hanem ugye elhál Istenkednek, inshallah, hogyha Isten is úgy akarja, inshallah, bukra talán holnap, még nem teáztunk, nem reggeliztünk, mindent, tehát, de itt hip-hop fölálltak ilyen hármas sorokba, és nagyon jó speeddel, tehát tényleg ilyen katonás tempóba elindultak át Budára. És úgy követtem őket egy darabig, és akkor elnézegettük így magyar kollégákkal, hogy ezek nem civilek. Tehát láttuk ilyen kigyúrt emberek igazából, ha az ember egy pár hétig nem megy le az edzőteremben, már veszít az izomtömegből. Ezek néztek ki, mintha tegnap még gyúrtak volna. És olyan speeddel mentek, kis hátizsák rajtuk, egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akik fáradtak és hónapok óta úton vannak. Tehát úgy megfogalmazódott bennünk, hogy úristen, hogy ezek kaptak valahol katonai kiképzést, akkor ennek valahogy nagyon nem lesz jó vége Európában. És ott is ugye lehetett látni a nagyon érdekes arcokat a Soros Bizottságtól, akik kiosztogattak ilyen útikönyveket nekik, SIM-kártyákat adtak az okostelefonhoz, ugye, hogy a GPS adatok alapján könnyen eltaláljanak az osztrák határig, illetve hát más európai országokba. Tehát hihetetlen, hogy milyen segítés folyik ilyen dubiózus szervezetektől, akik alá akarják ásni igazából így Magyarországnak a migránspolitikáját, európai migránspolitikát, akik igazából nem más folytatnak, mint embercsempészetet. Úgyhogy tök érdekes volt, majd még mesélek a Sorosékról, mert van egy nagyon jó sztori. Na ugye itt volt a Fókusznak egyik kedvenc magazinom Németországban, ez volt a címlapja új évben. Emberjogi szervezetek itt is bakot ugrottak, ugye a fekete kéznyomok, hogy ez rasszizmus, meg minden. Érdekes módon még az elkövetőket védték. Ja, itt a főkolomposról akartam mondani, hogy Svájcba vették őt őrizetbe tegnap előtt, amint épp egy boltba fosztogatott. Úgyhogy ő is megmutatta, hogy igazi migráns és nagyon nagy segítségre van szükség. Hát remélem a börtönben meg is kapja, majd az zuhany alatt. Majd őt is molesztálják egy kicsit, lássam meg, hogy milyen a másik oldalon állni, mert igazából nem is érdekelnek mást. Tehát itt történt egy ilyen fordulat,
És ugye amikor az volt, hogy jaj, itt a szegény migránsok, ja igen, ott tartottam, hogy nem engedik ki őket Orbán Viktor, és ugye ez borzasztó, és akkor elindultak Németországba, kiértek, és ugye eltelt egy pár nap, és hívtak engem kollégák, hogy te sors, mondják, hogy ez borzalom, hogy mi van itt a müncheni pályaudvaron, ez szörnyű, hogy emberek százezrei érkeznek, hogy nekünk azt mondták, hogy csak egy pár száz családról van szó. Hát mondom, rohadtul nem is. Kérdezték, mennyien fognak jönni még? Hát mondom, olyan másfél millióan. Azt mondja, de hülye vagy, ne vicce, ilyennel nem viccel az ember. Mondom, nem, tényleg annyian fognak jönni. Annyira elbutította és hamis infót adott a német sajtó az embereknek, annyira negatívan állította be Magyarországot, és az emberek először ugye örültek nagy lelkesen, jaj, jönnek a szegény migránsok, persze, gyerekek, meg minden, és akkor látták ezt a hordát, láttak, hogy mondom, szalop, összeszarták ugye a müncheni pályaudvart, hogy napokra be kellett zárni, hogy fertőtlenítsék. Az emberek nem merték iskolába küldeni a gyereküket, hogy átmenjenek ugye a pályaudvaron, ott a metróhálózat csatlakozik, meg a regionális vasút. Féltették őket, eleve látták, hogy olyan arcok vannak ott, akiket csak egy anya tud szeretni. Látták ugye, hogy... De viccig, tényleg olyan, de még az is csúszdival letettem, mert nem ment a közelükbe menni. Ezért jött oda egy csóka hozzám a német követségről, éppen ottan fekve nyomok a gymbe, aztán mondja, ah, hespöt le, magának olyan radikális nézetei vannak. Hát mondom, ja, azt... Rátettem még 5 kilót, gyúrjunk, vaze, ne politizáljunk, nem azért vagyunk itt. Úgyhogy nem, igazából nem radikális, mint egyszerű rendőrök, akik tényleg kint vagyunk, meg kint voltunk terepen, látjuk, hogy mi történik. Ugye megkérdezzük ezeket a nőket, akiket molesztáltak, legutóbb például egy 9 éves kislányt az uszodába, afgánok, elkapták őket, kihallgatták és elengedték. Az ég szerelmére azért, ha megnézzük az Európai Uniós jogrendet, ha valaki szexuális büntetet csinál, mit kell vele tenni? Ki jogász? Nincs itt jogász? De, van egy, szuper. Előzetes letartóztatás. Miért? Fönt áll a szökés, elrejtőzés veszélye és a bűnismétlés, ez a legfontosabb. Igen, mert aki egyszer gyereket molesztál, az mindig molesztálni fogja. Az nem mondja, a szombatot molesztáltam, de holnaptól meggyógyulok. Szedtem ilyen aspirin plusz C, azt mondta, doki, ez tök jó. Nem, az mindig fogja, és teljesen normális egy ilyen bűncselekményért valakit bármelyik Európai Uniós országban azonnal a bírósági tárgyalás lefolytatásig előzetes őrizetbe vesznek, hogy védjék a társadalmat. Itt nem. Kihallgatták, elengedték. Aztán az elment, tehát az életben többet nem lesz meg, tehát arra is mernék egy fogadást kötni. Úgyhogy a német nagy közönség, a német társadalom lassan észrevette, hogy itt nagyon nagy gázok vannak, hogy nem Magyarországgal van a probléma, hanem a saját politikával. És akkor egy idő után ugye a német kereskedelmi csatornáknak a hírigazgató is megmondták, hogy ki volt nekik adva a politikától, hogy csak olyan képeket közvetítsenek, amilyen elesett, szegény kis menedékkérők vannak, és hogy milyen sanyarú a sorsuk például Magyarországban. De azért vagyok ilyen sportos, mert naponta bakot ugrok hírektől, és ott is az volt, hogy lent voltunk Röszkén, ott a csata előtt még, és akkor is ott afgán menekült előadott a CNN egyik korrespondentjének egy ilyen horror sztorit, hogy megvertek a magyar rendőrök, kifosztottak, megerőszakolták a feleségemet, hát ez szörnyű, és akkor ottan googolt mellette a choice, és poor people, és ott simogatta őket, tehát elhitte ezt a baromságot, le is adta a CNN aznap este, azért, hogy minél negatívabban állítsák be Magyarország. Csak ezt nem értem, miért, mi volt ebben a jó, de nyilván van egy felső ráció, amit én itt hülye gyerekként nem értek meg, de minden esetre elkeserítő volt, tehát látni, hogy Németországban is mi folyik, hogy nincs szólásszabadság. Ugye Pegida mozgalom mindenkinek fogalom, patrióta európaiak az iszlamizáció ellen. Na, két kollégám, ilyen korombeli csókák elmentek, mert úgy érezték, hogy tényleg kicsit már sok a migránsokból, és ott mindenkit lefényképeztek, és egy-két nap alatt a fotókat átfuttatták arcfelismerő rendszeren. Két kollégát szuszpendálták most már, mióta, november óta nem mehetnek dolgozni, fizőjöknek csak 60%-át kapják, tehát be tudják épp a lakbért meg egyéb ilyen kis cuccokat fizetni, és különben elvették a szolgálati fegyverüket, elvették az igazolványukat, otthon vannak és nem tudják, hogy miért, mert állítólag van gyülekezés és szólásszabadság, és nem egy neonáci pártba dobáltak köveket, meg migráns otthonokat gyújtogattak fel molotov koktéllal, most már lehet, hogy azt szeretnék, oda kellett volna menni, nem a Pegidához.
ott maszk van rajtunk, meg kesztyű, de ők azt hitték, mint állampolgárok, ugye, hogy artikulálhatják valamilyen módon az ő politikai nézeteiket a migrációval szemben, hát marhára nem. Sőt, a Bild Zeitung, mindenki ismeri gondolom Bild Zeitung, egy olyan szennylap brutális módon, tehát az a szépség hibája, hogy naponta 20 millióan veszik Németországban. Meg világszerte még pár millió, megjelenik Spanyolországtól kezdve nagyon sok helyen. Úgyhogy igazából a baromságot el lehet adni nagyon jó pénzért. És ott is olyan cikkek jöttek le, például a Röszkei csatánál másnap úgy kommentálták, hogy az agresszív magyar rendőrök gumibotokkal és könnygázzal estek neki a megkeseredett menedékkérőknek, még egy sérült kislányt is átdobtak a határ túloldalára. Holott az pont fordítva történt, a magyar kollégákhoz dobtak át egy sérült kislányt, meg nem mutatták azt a képet sem, amikor egy magyar kollégának eltört a nyakcsigolyája, mert egy 5 kilós betondarab csattant szét a sisakján. És mit mondtak azok a háziak a Szegedi Járásbíróságon két hete, hogy hát olyan sok kőhevertők, ők nem dobáltak köveket, és úgy jött valaki kézi hangos bemondóval, és mondta, hogy fiúk, szedjétek össze a köveket, mert még valaki elesik és megsérül. Brutális, tehát ez akkora pofa kell, hogy lehet valaki bűnöző, de legyen egy tökös, hogy ismerje be. Én utálom a rendőröket, én el akartam menni A-ról B-re, megállítottak, fogtam a flasztert, adj neki. De ilyen baromság, ez a tipikus ilyen arab süket duma, ami jött tőlük. Vagy most is ez a másik csók, hogy csak ugye az a terrorista szakállas, hogy lesz róla tök jó fotom Röszkéről. Ő mondta, hogy én azt kiabáltam a rendőröknek, hogy szeretlek titeket. Hát egyrészt ez elég homoerotikus. Nem tudom, ő engem, mint rendőrt ne szeressen, én se szeretem őt. Másrészt pedig értek arabul, és tudom, hogy mit kiabál, tehát áskárta, hogy mondani szokták németül. Nála van a Fekete Péter mindenféleképpen, mert nagyon úgy néz ki, hogy az államügyészségnek sikerül ráhúzni a terrorcselekmény előkészítését, ugye, mert aki a fentálló jogrendet meg akarja bontani, ennek előkészítőleteire, nem tudom, fegyvereket szerez, embereket mozgósít, plusz ultimátumot ad a határt védő erőknek, igazából megvalósul a terrorcselekménynek a vágya, és akkor élete végében marad a szegedi csillagban. Tényleg én nem vagyok rossz indulatú annyira, de kívánom neki, hogy jó társaságban ilyen Magda Merenkóval meg a többiekkel mulassa majd az időt. Tök jó lesz, garantáltan. Na, ami még gond, libanoniak. Rengeteg libanoni jött már a 80-as években a libanoni polgárháború alatt Németországba. Ők is megtalálták a tutit, mert rögtön kiverték a törököket, a vietnámiakat, meg a fekete-afrikaiakat a drogbizniszből. Kőkeményen átvették. Tehát nyílt után lelőtték a drogterjesztőit mondjuk a vietnámi maffiának, vagy a török maffiának, vagy a nigériainak, és ők uralják Berlin szerte, ami 4,5 milliós nagyváros, így a külső területekkel, komplett a drogipart. Kb. 3 hete vették őrizetbe azt a szakált, az is marha ronda ott fönt, ott áll, épp megy be a bíróságra már valamiért. Úgy hívják csak, hogy prezident az elnök, ő a libanoni maffiának a feje. Ők integrálják most a fiatal migránsokat, mert ugye aki nem múlt el még 14, mit nem lehet vele csinálni? Megbüntetni. Úgyhogy ilyen 12-13 éves fiatal srácokat verbuválnak, drogfutárnak például. És ugye viszi a drogot A-ról B-re, ha el is kapják, mi történik, elveszik tőle a cuccot, visszaadják a gyámügynek, ő mit csinál, egy óra múlva már meglép, megy vissza oda a Donhoz, következő melót kér, és úgy tűnt fel, hogy van nálunk is egy ilyen kiberrendőrség, aki figyeli ugye az internetet, és feltűnt, hogy ilyen kis migráns kacok, ilyen 12-13 évesek, ilyen 7-800 eurókkal pózolnak. Mint itt ugye kisebbségek, megjött a segíke. Kb. Ugyanaz, így beáll, vigyorog, nála van 7-800 euró, és úgy feltűnt azért ugye a nyomozóhivatalnak, hogy hopplá, hát igazából ők is kapják ezt a 140 eurót, de nem cash, ők kapnak azt hiszem, nem tudom, ilyen heti 10 eurót, a többit a gyámügy ugye ossza ki nekik, vagy ha szükségük van valamire tornacipőre, ha nem lopott még elég jót, akkor vesznek neki. És lényeg az, hogy hát ennyi pénzük nem lehet, és akkor rámentek egy kicsit ugye a megfigyelő csoportok ezekre a kiskorúakra, és látták, hogy eszméletlen módon viszik a drogot, tehát a terítőknek ők szállítják ki, mert marha kicsi a lebukás esélye, mert úgy gyerekekben nem nagyon kötnek bele a rendőrök,
és ha el is kapják, akkor se történik vele semmi. Tehát az a 4000 gyerek, aki időközben eltűnt menekültáborokból, nagy részét beszippantotta valamelyik maffia szervezet. Úgyhogy ez még egy plusz probléma. Megvizsgálta a szövetségi nyomozóhivatal, hogy mennyire emelkedett a bűnözés. 77 000 bűncselekményt vettek 100%-nak, és rájöttek, hogy ennek 45%-át, tehát durván a felét azok a migránsok követték el, akik frissen érkeztek be Németországba. Tehát, hogy ott Merkel Muti mondja, hogy de hogy ezek olyan rendes emberek, csak diplomások, csupa agysebész, meg egyéb. Hát max egy AK-47-essel operáltak eddig valahol, de nem hiszem, hogy a társadalom hasznára lennének. Mindig mondják, hogy ilyen összeesküvés teóriák is, amiket alapjáraton nem szelek, hogy kell Németországnak az olcsó munkaerő. Olcsó munkaerő nincsen. Az alkotmányos Németországban, hogy egy afgán pék, egy német pék ugyanazt a pénzt kell, hogy kapja, ugyanannyi órát dolgozik. Tehát nem szabad megkülönböztetni se nem, se vallás, se bőrszín, se nemzeti hovatartozás miatt. Tehát ez alkotmányos, és ez így is van jól, aki keményen melózik, kapja meg ugyanazt a pénzt, mint bármelyik német honfitársam, ez így oké. És mondják, hogy ez majd ugye, hogy mekkora gazdasági fellendülés, hát ilyen baromságokat írtak a lapok, hogy Németországnak nem volt még soha ekkora szansa a 47-es gazdasági fellendülés, ugye a gazdasági csoda a Wirtschaftswunder óta. Hát kiszámolták ökonómok, akik sokkal okosabbak nálam, mert én baromian nem vagyok a számok embere, tehát évekbe telik, még a telefonszámon megjegyzem, hogy egy migránsnak 7 évig kell dolgoznia ahhoz, hogy letör lesz, amit most a német állam ráfordít, és a 8. évben fogja majd elkezdeni pozitívan változtatni igazából a német gazdaságot, mikor fizet adót, fizeti a TB-t és egyéb járulékokat. Tehát 7 év az marha hosszú idő. Ugye ahhoz mi kell, hogy valaki elkezdjen dolgozni, nyelvet tanulni. Hogy amíg a német nyelvet valaki olyan szinten megtanulja, hogy mondjuk mondja neki a főnek, hogy na fiam, itt van ez a talicska, rakd tele földdel, vidd el odott, boríts ki, azt hozd a következőt, van még 5 millió kubikméter, rohadt magasok az Alpok. Tehát azt igazából, hogy megértse, évek kellenek. Tehát egy 2-3 évet kell német nyelvet tanulnia. Csak még nem kezdték el. Ez a gond, az idő meg ugye telik. Tehát ez az akarat itt az integráció, meg ez, hogy mekkora szansz Németországnak, hát rohadtul nem szansz, mert most a 2016-os adó évben 27 milliárd euróba fog kerülni a migránsok ellátása. Tehát ugye minden migráns kap naponta 3-szor enni, mert megérdemlik. Tehát reggeli, meleg ebéd, vacsi, ez 23 euró per nap per migráns. Tehát 1 milliónál 23 millió euró. Hú, ne számoljunk, mert akkor felsülök itt rohadtul, inkább kérdezzetek mást, mikor született Arany János, vagy valami, azt még vágom, de ilyen számokat hagyjuk. Tehát marha sok, mondjuk másfél millió embernél. Plusz tényleg úgy az egyik volt laktanyámat is átvették, így a kormánytól migránsokat raktak oda, de nem sokáig megkidőlt, hogy többüknek nyitott tuberkulózisa van. Szóval nyitott kaverna, ott kölyögtek, minden nagyszerű dolog. Na, bevitték őket a Charité-ba, ugye a pulmonológiára, 22 000 euróba kerül egy nyitott TBC-nek a kikezelése. Van belőle egy pár, van hepatitis B, hepatitis C, HIV-fertőzöttek, úgyhogy ilyen nagyon széles skála, úgyhogy hihetetlen az öreg pasztőr azt érdres nagy gyönyörtől, hogyha megkapna a korlapokat, igazán nagyszerű. Tehát brutális pénzek mennek el. És kitalálta a CDU, mert kezdték észrevenni, hogy gáz van. Tehát azért annyira nem hülyék. Tehát ők is látják, hogy marha nagy gáz van, és hogy jaj, gyorsan integrációs kurzusokat kell tartani. És most kiszámolták, hogy akkor tartanak ilyen különböző nyelveken, ugye kellenek könyvek, kellenek munkafüzetek, tehát az embereket rávezetni, hogy létezik egy más kultúrkör így az iszlám országokon kívül. Más vallás, más gazdasági rendszer, más szokások, legyen az a szexualitástól kezdve, nőköltözködése, bármi. És akkor legyen könyv, meg legyen munkafüzet, és hát mondták, ja, schön und gut, de most az összesnek ilyet kiosztani, az körülbelül 30 milliárd euróba fog kerülni. Tehát ha ezt most bevezetik, és úgy néz ki, hogy be akarják, akkor már 57 milliárd euróról beszélünk az idén. Az azért brutális. Tehát azért nem tudom, marha sok cuccot lehetne venni, meg új autókat itt mindjártunknak, meg minden, szerintem jobban járnánk, mert mi legalább dolgozunk. Úgyhogy
Na, elkeserítő, tehát nincs terv igazából, most kezdenek kapkodni. Ugye szó lesz még így a választásokról is. Ez is nagyszerű, éppen egy nőt kezdtek ottan először verbálisan molesztálni, és amikor az mondta, hogy hagyjatok engem, akkor még el is kalapálták. Tehát lehet látni, hogy valóban mennyire beilleszkedő képesek ezek az emberek, mennyiben magukévá teszik a német meg a nyugati kultúrát. Ez egy biztonsági kamerának a felvétele egy német plázából, Kölnből. Csak ezzel is akarom szemléltetni, hogy ezek az emberek igazából semmire nem jók. Tehát ezek nem lesznek a társadalomnak a szorgos tagjai, ezek nem fognak dolgozni. Ezekkel annyi problémánk lesz, hogy Atya Úristen, még a unokám is rendőr lesz, úgyhogy hogy érezzék a törődést. Örökni majd a viperámat. Ezzel vert a fater, nem, ez nem rozsda, ez vér. Tényleg radikális vagyok, Atya Isten. Na, itt van a nagy kedvencem. Pierre Vogelnek hívják, ugye madár, jó madár, látszik már a szakállán is. Ugye nagyszerű egy arc, ő egy német fazon, aki konvertált az iszlámra. Különben marha egyszerű, bármelyikötök bemegy egy mecsetbe, háromszor elmondja a shahadát, az iszlám hitvallást, la illahu illallah, nincs más Isten Allahon kívül, va eshedu enne, hiszek benne, Mohamed Rasulullah, Mohamed az ő profétája. Ezt háromszor elmondom két férfi tanú előtt, nő azt tudjuk, ugye nem számít, ők ilyenek, láttuk az előző képen, akkor már is muzulmánná válik, az iszlám umma tagjává, már is felrobbanthatja magát, nem ezzel még várok. És mi lesz akkor? Kap 72 szűzlányt, a hitük szerint. Tehát mi fiúk már elgondolkoztunk ezen, hogy mi majd állunk fönn a hárfával. Glória, kis szárnyak, hát tutira nem, én nem, én biztos, hogy nem, tehát azt már eljátszottam. De ugye a magyar ejtőernyősöknek volt egy ilyen gyönyörű szép jelvénye régen, ejtőernyős rajta egy halály fel, és az volt a szlógen, hogy a mennyország biztosan szebb, de a pokolban van az összes cimbora. Remélem teológusok nincsenek köztetek, hogy a jogász az nem adja tovább. Úgyhogy Pierre Vogelről azt kell tudni, meg a másik, fú, még annyira sem szimpatikus az a napszemüveges, hogy konvertált, és ráadásul a wahhabizmusra. A wahhabizmust egy El-Wahhab nevű 14. századi szaudi, mai szaudi királyság területén élő fickóról nevezték el, aki azt mondta, hogy vissza kell térni a 7. századi gyökerekhez, ugyanúgy élni, ahogy Mohamed próféta alatt, tehát ne legyen más zene, mondjuk csak a dob, az emberek viseljék ezeket a tradicionális iszlám ruhákat, tehát ilyen kis sapkát, legyen rajtuk egy ilyen gelebia, tehát ez a fehér hosszú, szerintem hálóink, elég nőies, de nekik jól áll valamiért, nem tudom, nekem tetszik, és minden férfinak legyen szakálla, mert Mohamednek is volt, ugye ezt mondták a tálibok is Afganisztánban, hogy aki megborotválkozott, mint a Diktátor című filmben, tehát zsillett az ott tönkre is ment egy éjszak alatt igazából. A Barbie Shop bezárt, tehát mindenkinek szakál kell, lassan már a nőknek is. Úgyhogy, és ez a fickó arról híres, tavaly kitüntették, a Kölni Dóm előtt volt egy hatalmas dzsembori, gondolj, a katolikus Kölni Dóm előtt, kitüntették őt, különböző iszlám tisztségviselők, mert 1 millió koránt adott oda iskolásoknak. Tehát ő minden nap kint van gimik előtt, egy ilyen kis asztalkával, és több ilyen szakállas, nem akarom jellemezni őket, koránt osztogatnak, és ugyanúgy működnek, mint a szekták. Kinézik ugye azokat a gyerekeket, nem amelyik jön a baseball ütője, az nem gyerek, az kéne, hanem amelyik úgy pattogtatja a labdát, meg látni, hogy sportolni, meg jó arc, meg mindent. Tehát azokat nem, de amelyik olyan gyökér, lehet látni, migrációs háttérre rendelkezik, az oda mennek, miért van rossz kedved, meg minden. Gyere, van nálunk kóla, tényleg mindig van náluk, érdekes módon Pepsi pedig, hát az a nagy sejtántól, Amerikától van. Meg van náluk baklava, ilyen kis arab édesség, és akkor egyél egy baklavát, gyere, látjuk, rossz napod van, mesélj. És akkor utálnak engem, mert török vagyok, vagy mert arab vagyok, meg minden, meg minden tárgyból meghúznak. És akkor ugye jön a szöveg, kezdik az agymosás, hogy de vagy te gyökér, te külön vagy. Ők nem szeretnek téged, mert te muszlim vagy. Látják rajta, hogy te Allahnak, azaz Istennek az utolsó parancsait követed, te iszlám katonája vagy. És ugye megy ez az agymosás, előbb-utóbb a gyerek kihúzza magát, elkezd másképp viselkedni, elkezdi még jobban utálni a németeket, mint már eddig is utálta. És eljuthat odáig, hogy azt mondja, hogy én szeretnék tenni valamit az iszlám ummáért, és akkor akarsz harcolni? És akkor esetleg a gyerek azt mondja, hogy igen, akkor gondoskodik róla Pierre Vogel meg a kis barátai, hogy eljussanak mondjuk az iszlám állam területére, és kapjanak egy katonai kiképzést.
Úgyhogy, de a nagyszerű, de amiért tényleg azért vannak, nem akarom megmutatni, milyen izmosok a lábaim, mert ma is bakot ugrottam. Őrizetbe vették a fickót a kölni reptéren, és nem fogjátok elhinni, honnan jött vissza, Katárból. Pierre Vogel visszajött Katárból. Eleve az, hogy Pierre Vogelnek hogy lehet még útlevele? Figyeli a világ összes titkos szolgálata, esküszöm, már 5 műhold kering a feje fölött éjjel-nappal, annyira figyelik. Ezt az embert engedik utazni. Katárról azt kell tudni, hogy ők marhára úgy csinálnak, hogy fú, hihetetlen milyen világiak. Én is voltam Katárban, olyan csili-vili, komolyan New York City már kezd elbújni mellette. Viszont eszméletlen módon segítik a radikális szervezeteket, köztük az iszlám államot is, milliókat pumpálnak bele. Elkapták a csókát, ugye jött Katárból, milyen érdekes, hogy utazgat is, tök jó. És találtak nála 10 000 eurót, amit be akart hozni az országba. Jó, mondhatjuk, 10 000 euró nem olyan sok pénz, itt lehet kapni egy jobb használt Verdát érte, de szóra sem érdemes, de ugye nem lehetett tudni, hogy honnan van ez a 10 000 euró neki, és meg se tudta igazából mondani. Tehát elvette tőle a hatóság belépésnél melyik repteret mondtam, most mindegy, elfelejtettem. Nürnbergi, azt hiszem, hogy valamelyik reptéren. És az volt a vicc, hogy ma pedig visszaadták neki. Na, úgy döntött a bíróság, hát nem lehet eldönteni, hogy ő valóban ezt a pénzt mondjuk egy terrorcselekmény előkészítésére szánta volna, vagy esetleg ilyen iszlamista köröknek akarta szétosztani, hogy hé, öcsi, vegyél belőle egy AK-47-est, azt lövöldözél szépen. És visszakapta. Tehát igazából annyira töketlen a német igazságszolgáltatás, hogy ez tényleg mindig minket szídnak rendőröknek, ha mi tehetnénk. Hol lenne már Pierre Vogel, a nevében is benne van, repülne, szárnyakat adnánk neki, angyal szárnyakat, hófehéret, némi piros foltokkal, de még mindig szabadlábon van, tehát brutális ez az ember, járja a migráns otthonokat, próbálja rávenni őket, hogy csatlakozzanak az iszlám államhoz, térjenek vissza a Közel-Keletre, legyenek iszlám katonák. Ilyeneket mond, hogy látjátok, utálnak titeket a bőrfejek, már felgyújtottak 600 menekült otthon, úgy sincs sanszotok, már itt laktok 6-7 hónapja egy sátorba, meg konténerbe, kaja se halál valóban, amit kaptok, úgyhogy térjetek haza, harcoljatok a keresztények ellen, dzsihád. És sajnos egy páran ezt meg is tették. Tehát nagyon érdekes, hogy mondtuk már évekkel ezelőtt, tényleg évekkel, és 20 éve igazából a politikának, hogy vannak olyan veszélyes mecsetek, mint mondjuk Berlin-Kreuzberg negyedében az El-Nur mecset, ahol már több mint 80%-ban csak migránsok élnek, és ugye mondtuk a lokális politikusoknak, például ott a polgármester úrnak, hogy valamit kell ezzel a mecsettel csinálni, mert itt radikális imámokat képeznek ki, embereket küldenek a Közel-Keletre, terrorista táborokba, például anno még a tálibokhoz is, hogy ott kitanulják a fegyver forgatást, a bombagyártást, és kárt okozzanak bennünk. Nem, hát ezek csak olyan vallásos emberek, ezek csak úgy mondják, és igazából kinőtte magát különösen Köln városába egy ilyen óriási nagy szalafista csoport, ami nagyon komoly gondokat jelent nekünk. Most azt kezdték, hogy ilyen csellengő gyerekeket próbálnak rávenni, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Van a német rendőrségnél egy ilyen ifjúságvédelmi csoport, általában ilyen fiatal lányok és srácok, akik elvégezték a rendőrtisztit. Az a feladatuk, hogy oda mennek mondjuk plázába, látják, hogy a gyerek nincs suliba, hát ugye ez csak ott a budapesti plázákban is előfordul, ott lógnak, de ott oda megy hozzá a rendőr, és megkérdezi, hogy civilben vannak ilyen fiatalok, hogy jobban értsék egymást nyelvét, és miért nem vagy suliba? És akkor azt mondja, hát mert mit tudom én, ma nincs iskola, és melyik suliba jársz, megnézi a diákját, felhívja, ugye benne van a telefonjában az összes kerületi suli, és van suli, van, akkor megfogják a gyereket, beviszik, beszélnek az igazgatóval, az ofővel, behívják a gyerek szüleit, és hogy ne járjon a suli mellé. Na most ezeket a csellengőket is elkezdte az iszlám állam és Vogel meg barátai beszervezni. Úgyhogy múltkor, mikor egy fiatal rendőr kolléga odalépett egy 15 éves lányhoz, migrációs hátterű lány, Marokkóból származtak a szülei, már Németországban született, ott járt iskolába. Belenyúlt a táskájába, hogy azt hitte a rendőr kolléga, hogy a diákját akarja elővenni, hogy a személyét, nem, előhúzott egy ilyen 20 centis bököt, és szó nélkül nyakon szúrta vele a 21 éves rendőrt. Isteni csoda, hogy nem halt meg, ugye mentőhelikopterrel vitték be őt a kórházba, azonnali operáció, intenzív osztály napokig. És utána, amikor őrizetbe vették, ugye a másik kollégájuk ott volt, hát nem lőtte le, de jól irányzott ütéssel megküldte a csajszit, hogy elejtse a kést, őrizetbe vették, és mondja, hogy őt fanatizálták, ő az iszlám államnak a katonája, és ő direkt meg akart ölni egy német rendőrt, hogy Allahnak tetsző dolgot tegyen. 15 évesen, hát szerintem ez már nem is lehet nagyon mit hozzáfűzni. Tehát
még szabadlábon van, és fűzi az embereket, tehát igazából Németországnak, meg a hatóságunk, a politikának inkább a szégyen, hogy ilyen emberek vannak. Na, nagy szíves, hoztam egy kis viccet is azért, hogy másodrendű állampolgárok lettünk lassan. Ja, megkérdezik ott a Scheißdeutsch, ugye szoros német, hogy mit szeretnél, koporsó, hogyha elkezd magyarul, kerekesszék, de hogyha visszaütsz, mondja ott a harmadik, akkor feljelentünk, mert rasszista vagy. Tehát igazából így néz ki most a multikulturalizmus. Volt egyszer nekünk is ilyen esetünk, hogy két jemeni fickó megszúrt egy terhes nőt az egyik gyorsvasút pályaudvaron, hogy meglökték, és ő szólt, hát azért vigyázzanak, mert nő vagyok, meg terhes is, ne lökdösödjenek, és az a lényeg, hogy megszúrták. És 6 hónapot kaptak felfüggesztve, mert azt mondta a bíró, hogy hát onnan jönnek ugye Jemenből, az nem normális, hogy egy nő rászól a férfira, értelemszerűen akkor valami represszióra számíthat, és hát most vannak itt pár hete az országban, tehát ezt ne ítéljünk rögtön olyan nagyon keményen. Nem tudom, én lettem volna a nőnek a férje, szerintem ott vártam volna valahol őket. Valóban katasztrófa. Ugye így nézett ki Brüsszel léreptér a dzsihadista támadás után, tehát komolyan brutális volt. Ugye megkérdeznénk ezt a két sérült nőt ott a fotón, nem tudom, hogy ők mit szólnának a liberális bevándorláshoz, hogy mennyire jó, hogy itt voltak ezek az emberek közöttünk, és felrobbantották ugye a repteret. Ugye itt vannak az el-Bakraui testvérek. Ez is két ilyen full gyökér, akik börtönben, fél életüket börtönbe töltötték igazából. Drogkereskedelem, áruházi lopás, verekedés, utcai rablás, tehát nagyon széles palettába. De az a baj, hogy a migrációs háttérre rendelkező fiatal férfiaknak ez az életútja. Általában 15-16 évesen abba adják a sulit, tehát ilyen 9-10 osztály, úgyis buknak minden tájból, 20 tájból megbuknak, pedig csak 80. Na mindegy, ott adják a sulit, és akkor elkezdődik egy ilyen bűnözői karrier, 20-22 éves korig, ott általában azon a fater nyakon vágja őket, az beviszi a gyárba dolgozni, vagy van egy ilyen giroszozó, és akkor hagymacsípős mehet, és akkor jó útra térnek. Nem, nekem is vannak ilyen török haverjaim, tényleg ott is mindig volt késsel, és mondom, hülye vagy hákám, miért volt nálad késsel, mert jönnek a nácik, hát mondom, én itt élek már 1000 éve, nem jöttek a nácik, és nem kellett, hogy kés legyen nálam. De mindig volt valami botrány, aztán fater megelégelte, tényleg jól elkalapált a hákánt, és azóta most már egy saját étterme van Berlin egész jó kis kerületében, és tényleg tök jó arc, meg minden, tehát nincs vele gond, de ez egy ilyen életút. Tehát ez ugye ez a párhuzamos vagy paralel társadalom. Nem tudnak igazából beilleszkedni, már nagyon-nagyon nagy, majdnem azt mondtam, szarul indítanak a suliba, de tényleg, mert ugye otthon milyen nyelvet beszélnek, amit otthonról hoztak, arabot, törököt, kurdot, pastut, urdut, dárit, fárzit, akármit, bekerül az általános iskola első osztályába, egy kukot nem ért németül. Semmit. Szólnak ugye a többiek, ahogy gyere labdázni, Ali nem megy, nem azért, mert utálja őket, mert nem ért, hogy mit mondnak. Aztán, hogy milyenek a gyerekek, gonoszak, elkalapálják, már kezdődik kisiskolás korban a klikkesedés. Nem haladnak a tananyaggal, ugye 16 éves korig van tankötelezettség, nyögve nyelve eljutnak odáig, és akkor azt mondják, na jó, fini, itt vége. Ezekkel a rohadt németekkel én nem akarok egy osztályba járni, egy padot nyomni, úgyhogy akkor kimaradnak a suliból, és jön ez a bűnözői rész. Ugye az a probléma, hogy kialakultak a párhuzamos társadalmak, beköltöztek a háború után, ugye a német lakosság színejával a férfiak a fronton maradtak holtan. Volt egy csomó munka, ugye a háború után csomó üresen álló lakás, olcsóbb lakónegyedekbe beköltöztek, jól érezték magukat, szóltak a többieknek, viszonylag sok pénzt is kerestek, tehát jöttek az első vendégmunkások, megnyitották a saját üzleteiket, megjelentek a saját újságosok, de ez most már odáig fajult, hogy például a nagy török lapokat, mint a Hürriyet például, ott nyomják Németországban. Tehát már nem repülővel hozzák minden hajnalba Isztambulban, hanem most már ott nyomnak egy csomó német lapot, török lapot, elnézést, és ugye nézik kábelen vagy műholdról a saját tévécsatornáikat, tehát egy ilyen vallási, nyelv és kulturális burokban élnek. Ott vannak Németországban, akkor, amikor elmennek mondjuk a gyárba, vagy hagymacsípős mehet, de különben nem, különben otthon maradtak lelkiekben és érzületben és vallásilag is. Na, ez a két gyökér is így lebegett igazából a két társadalmi forma, meg a két vallás között. Megtalálták őket is ugye a szalafisták, és mondták, hogy úgy tudják jóvá tenni földön elkövetett bűneiket, hogyha megölnek egy csomó keresztényt, és felrobbantják magukat, mert akkor sahídok, azaz mártírok lesznek. És ugye valóban azt tanítják, hogy 72 szűzlány kap minden öngyilkos merénylő.
egyszer nekem is szerencsém volt Pakisztánban, és utána úgy megvizsgáltuk haverokkal az aprólékot, és izraeli kollégák mondták, hogy nézzük meg, hogy milyen érdekes dolgokat lehet találni mindig a torzón, és valóban 2-3 alsónadrágot és 2-3 farmert vagy macinacit magukra húznak, hogy megvédjék a családi motyót. Ők szentül hisznek abban, hogy valóban kapnak 72 csajt. Tragikomikus valahogy, de mindig, mikor kérdezik így a terrorizmus mi voltját, mindig egy kicsit így Freudra is kitérek, meg a szexualitásra, amit ők nem élhetnek ki. Nincs egy egészséges gyerekkoruk ezekben a közegben. Ugye nem lehet az, hogy most udvarolok egy lánynak, kézen fogva sétálunk, elviszem fagyizni moziba, ilyen nincs. Annyira szeparálva élnek a fiúk és a lányok, ez még a modern arab országokban is így van, például mint én Szaúd-Arábiában, Kuwaitban, vagy valahol elmész a Mekibe, vagy Burger King, vagy bárhova, két helység van, egyik a fiúknak, egy a lányoknak. Tehát elmész Jeddába, vagy valóban úgy érzed magad, mint a Miami-ban lennél, olyan a feeling, de tényleg elmész kajálni, tehát nem ülhetsz oda, mondjuk, ó, egy jó csaj van, egy szabad asztal, oda megyek, és hello, hanem, mert akkor jön a rendőrség, és elvisz, és úgy elver, mint az állat. Tehát nagyon komoly ilyen szegregáció van a nemek között, és ez is hozzájárul, hogy nagyon sokan nagyra frusztráltak, hogy azt mondják, oké, akkor halljak meg, mindegy, úgyis sahid leszek, családom kap egy csomó pénzt, általában olyan 15-20 ezer eurót kapnak a családok, ahol van egy öngyilkos merénylő, és utána legalább lesz csajom, tehát sajnos ez is benne van. Egy kedvenc sztorim, elmesélem még itt is gyorsan, hogy Afganisztánban járőröztünk, és belefutottunk ilyen jó arc kisiskolásokba. Dumáltunk velük, és akkor úgy kérdezgették tőlem, hogy nincsen nálam valamilyen magazin. Hát gondoltam, hogy turpisságra gondolnak. Tehát én is gyökér vagyok, mert egy fókuszpolitikai magazin volt nálam, mert az a kedvencem. Akkor elmegyek 2 évre, még egy Playboy sincs nálam. Akkora pancser vagyok, hogy hihetetlen. Na, annyira nem azt lehetett kapni azért a táborban. Tehát annyira nem behozták. Tehát hideg hely nekünk, meg Playboy azért járt nekünk. Igaz, pénzért nem ingyen, na mindegy, de volt. Hát nálam nem, odaadom neki, akkor a fókuszt azért érezze a törődés, nem mondja azt, hogy ez a hülye nagyórú német még ez is sajnálja tőlem azt a pár fotót is. És lapozgatja, addig, amíg talált egy ilyen TUI utazási reklámotól, ilyen sárga bikinis csaj, hogy standöpizik. És akkor mutatta ott a, nekem, meg a többieknek, ugye angolul beszéltünk, hogy hát ezt mondta nekünk az előjáró a meccsetben, hogy minden európai nő prostituált. Mondtuk, hülye vagy, gyerek, miért lenne az? Hát mert mesztelen. Hát mondtuk, sajnos attól még messze van. Még nem látott szegény mesztelen őt. Még emellünk a tapasztalat beszélt. De mondtuk, hát ez ilyen, hogyha jó idő van, akkor az emberek kimennek a strandra. És akkor jött a következő kérdés, hogy mi az, hogy strand. És tényleg rájöttünk ott az afgán hegyekbe, azért is emlékezetes ez a nap, nekem plusz 52 fok volt. Tehát állsz ott teljes felszerelésbe, és akkor megkérdezik tőled, hogy mi az a strand, és nézel, hogy ilyen bikinis csaj. Következő reklám helynekkel, azt hittük, ott döglünk meg, olyan meleg volt. És akkor meséljük a gyereknek, mert rájöttünk, hogy ez tényleg az afgán hegyekben az, hogy tengerpart meg strand, hát rohadtul nem, hogy semmi víz nincs, maximum itt úgy hoznak a kútról, olyan, meg van egy-két ilyen, például a Kabul folyó, de hát az is, mikor ott voltunk, hát nem tudom, volt benne 5 centi víz, mert olyan hőség van. Télen több víz van, de akkor így hóformájában, mert hogy mínusz 25 van fent a hegyekben, és olyan 2 méteres hó tud esni, hogy valami brutális, tehát nagyon szélsőségesek a viszonyok. Na mindegy, akkor elmeséltük, hogy strand, meg sör, meg kimegyünk, meg piknik, meg csajok, meg minden, és úgy néztek ránk, és rájöttünk, hogy rohadtul nem hisznek neki. Tehát mint azt mondtuk volna, hogy a Holdon van egy jó buli, ott egy létre letámasztjuk, menjünk fel. Tehát kb. Ilyen tök hülyeségnek vették, amit mondunk nekik. Nem hitték el, hogy van egy egész más társadalmi berendezkedés. Hogy tényleg egy lány fölvett egy bikinit, kimett a strandra, jól érezheti magát, ihatunk alkoholt, meg csinálhatunk igazából, amit akarunk, bulizhatunk, míg el nem visz a rendőr. Mesélhetnék. Nem, inkább nem, akkor leomlik a rólam felépített szép kép eddig. Úgyhogy, bakraúj testvérek, még azért is betettem ezt a kis diát, mert marha érdekes, ha megnézitek a kezeit, a bal kezükön kesztyű van. Azért, mert fölszikszallagozták a elektromos detonátornak a két pólusát, és nem akarták, hogy már előzőleg felrobbanjanak, és a taxiba, vagy kimegy a mosdóba, úgy kell pisilnem, én nem akarok meghalni. És akkor, jó, hát ez mondjuk elég beteg, de mindegy, és akkor nagyon ott véletlenül történjen egy kis baleset, hozzáér a cipzárhoz, és elfújja magát egy piszuárban, hát kár lett volna érte. Úgyhogy jó, igaz, terrorcselekmény, és nem kéne abból viccet csinálni, tehát látjuk, hogy Európát körbevette a terror, igazából Európa szívét, Brüsszelt, Párizst támadták, ugye.
Isztambulban is történt, hogy egy izraeli turista csoport közelében robbantotta föl magát egy merénylő, ugye hárman szegények, ott maradtak a porondon, holtan. Tehát igazából körbevette Európát már a terrorizmus, és ezért is tartom nagyon fontosnak, ugye, ahogy a magyar kormány tette, hogy mindent megtenni, hogy az embereket megvédjék itt. Hogy ne legyünk egy átjáróház, ne jöhessenek be olyan emberek, akik kárt akarnak tenni bennünk, csupán az ő őrült vallási meggyőződésükből. Itt van a török srác, ez az elkövető. A szülei ismerték fel a biztonsági kamerák felvételén, amit a robbanás előtt készült róla. És őt is úgy szervezte be az iszlám állam, hogy a szülei, akikkel együtt lakott, nem vették észre. Tehát mondták, ők még azt se látták, hogy a fiúk egy koránt olvasott volna, vagy kiejtette volna ezt a szót, hogy iszlám állam, illetve arabul Daesh. Tehát azt mondták, ők nem is értik, hogy hogy tehetett ilyet, hogy egy teljesen normális főiskolás srácnak tűnt, még a szülők szemében is. Ugye itt van Salah Abdeslam, aki igazából egy gyáva féreg, az jellemzi, megmondta most az ügyvédje, hogy kiadták Franciaországnak, és azt mit is mondott róla, hogy egy kis stílű seggfej és annyi esze van, mint egy hamutartónak, így jellemezte az ügyvédje. Igazából kétszer is meg lett volna a lehetőség, hogy felrobbantsa magát, ugye egyszer Párizsban a stadionnál neki is meg kellett volna halnia, eldobta az öngyilkos övét, inába szállt a bátorság, vagy lehet, hogy nem szereti a lányokat, pedig 72 az azért, az már döfi. Amikor rátöltök a rendőrök, akkor is rajta volt egy öngyilkos mellény, de akkor is ugye lábon lőtték, akkor se robbantott, úgyhogy rendőrkézzel van. Most azért, én ismerek azért francia titkosszolgálatosokat, nem szeretnék a kezükre kerülni. Tehát nem úgy csinálják, mint nálunk, kell 4 óránként szünetet tartani, hozni nekik kaját, olyan kellett nekik mindig kaját hozni 4 óránként. Igen, tehát a francia titkosszolgálat sokkal keményebben fog velük bánni, mint mondjuk nálunk a német rendőrségnél a kollégák, mert amíg kihallgattunk valakit, legyen akármilyen elvetemült terrorista, 4 óránként szünetet kellett tartani és hozni neki kaját. Voltak ilyen kajacsomagok a gyűjtőbe, és mindig kivettük, volt benne süti vagy ilyen marszelet, azt megettük, mi a terrorista, ne edd ezt. Komolyan, szeretek, sose kaptak sütit. Mindig a minyon az tök jó, kiszereti, és akkor azt elvettük, mert nem érdemlik meg. Ja, mit akartam mutatni? Ez a két arc itt a szélén, ők a legrondábbak, nőket Abdeslam Magyarországon keresztül hozta be, a keleti pályaudvar előtt vette fel őket autóval. Tehát ő itt ugye Abdeslam, ő Mahmoud Abaud, ő már szerencsére nem él, tehát ő felrobbantotta magát, volt legalább annyira tökös, amikor a komandósok megrohamozták Párizs külvárosában a lakásukat. Rá akarta venni a barátnőjét, hogy csalja törbe a komandósokat, hogy csaj kiállt az ablakba és mondta, hogy segítsetek, én túsz vagyok. Erre mit csinálnak a komandósok? Oda mennek, nem, hát sejtették, hogy valami nem stimmel. Mondták, vedd le az arcodról a hijabot, emeld fel a kezed és mondd meg a neved, mert ugye van nálunk mindig egy kis tablet, és úgy központi rendszerből meg tudjuk nézni, hogy hát tényleg ő az. És én már nem, mert nincs rajtam szemüveg, én már előttem volna, úgyhogy jó, nem voltam ott. Ő az? Nem. Ja, bocs. Nem elég rövid a kezem, nem elég hosszú a kezem. És nem dőltek be neki, aztán úgy döntött végül a Abaut, hogy akkor meghalt csajostól együtt. Ott állt a lány mögött, felrobbantotta magát a csajból, ugye a feje maradt meg, így kb. Egy ekkora darab a gerincéből. Azt szedték össze utána ott a mentősök a ház elő, úgyhogy nagyon látványos volt. Komolyan nem normálisak, tehát én azt mondom, aki erre képes, hogy még a szerelmét is, hogy bárkit feláldozzon, tehát nem normális. Így nézett ki a Bataclan Club Párizsban. Brutális az a kép, és egy nagyon kedves barátnőm Berlinből sírva hívott fel, mert a fia majdnem ott volt aznap este. Szerencsére úgy döntött az osztály, hogy az egy nappal az előtti koncert jobban érdekli őket. Tehát iszonyatos milyen mélysége van ezeknek a történéseknek. AK-47-es karabélyokat használtak ugye népi nevén Kalasnyikov, ennek a 762-es katonai lőszernek olyan ereje van, hogy 10 emberi testen át tud hatolni. Tehát ha belelövök a tömegbe, biztos lehetek abban, hogy célzás nélkül nagyon sok embert meggyilkolok vagy megsebesítek, és amikor elfogyott a lőszer, ugye akkor felrobbantották magukat a gyökerek. Ugye itt van az egyik párizsi főkolompos, a Abaud, aki, akiről az előbb mesélte, hogy már nem él.
ugye az iszlám államnak a zászlajával, ami állítólag Mohamednek a prófétának volt a pecsétje, ezen is ugye a hitvalláson ott fönt látszik, hogy illahu illallah, és itt Allahnak és Mohamednek a neve a fehér mezőben. Voltak csúnyább képek is róla, hogy levágott fejekkel posztolgatott, illetve pózoltott, szelfiket készített, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy ezek az emberek azért klinikai esetek. Akik így a gyilkolásba levik örömüket, hogy ártatlan embereket meggyilkoljanak, lefejezzenek, azok, ha itt élnének köztünk, biztos akkor is rendőrkézen lennének, mert a más nem prostituáltakat ölnének meg kamionparkolókba vagy hasonló. Tehát ezek soha nem lennének a társadalom hasznos tagjai. Hogy a Jihadi John is volt az a híres lefejező, én meghallgattam, hogy még YouTube-on fent volt egy-két ilyen dala, ilyen rap zenéje. Másról se szól, csak öljünk meg rendőröket, vágjunk le fejeket. Tehát nem egy egészséges zenésznek, egy művésznek volt az artikulálása, hanem tényleg egy beteg pszichopata léleknek. Ugye most azóta párizsi meg belga klubokban ilyen detektorokkal, tehát ezért a jobb diszkóban úgy engedik be az embereket, ilyen detektorral megvizsgálják a kezet, hogy volt-e robbanóanyaggal vagy lőporral érintkezés az elmúlt napokban. Amerikában fejlesztették ki ezt a cuccot, tehát én is, hogyha átrepülök, akkor előzőleg már egy-két héttel nem megyek lőni, mert ez kimutatja. És hát sok kínos kérdést akkor ugye föltesz a Homeland Security, hogy miért lőttem, hol, milyen célból, miért jövök, úgyhogy így próbálják meggátolni, hogy terroristák bejussanak klubokba. Ugye iszlám állam nagyon elhíresültek a kegyetlenségeikről, tömegkivégzésekről. A fővárosukat, Rakkát például 24 ezer katona ellenébe 280-an vették be. 280 iszlám állam harcos, 24 ezer állig felfegyverzett katona ellen. Az iszlám államnak 8 emberi vesztesége volt. Igazából harc nélkül elmenekültek a katonák, ugye olyan hírük van, hogy mindenkit lemészárolnak, levágják a fejüket, vagy meggyújtják, vízbe folytják. És azt csinálták, hogy tudták ők is, hogy marha kevesen vannak, hogy nagyon sok gépjárművel, tehát mindenki egy ember ült egy gépjárműbe, ilyen magas antennát vagy zászlórudat tettek rájuk, felhúzták a fekete lobogót, és amikor Rakka védői látták ott a helyőrségben, hogy ezek ennyien vannak, csak látták minden feketének a zászlóktól, eldobáltak mindent, fegyvert is pucoltak el. Tehát elfoglalták szépen Rakka városát igazából egy csellel. Az a baj, hogy van egy-két jó stratéga is, akik az iszlám államban harcolnak, akik még Saddam Hussein ideje alatt a titkosszolgálatnál vagy a hadseregben voltak. Van egy jó film, csak nem jut eszembe a neve, hogy próbáltak még Saddamnak a tábornokai tárgyalni az amerikaiakkal, mert azt, aki kicsit belegondolt, mindenki tudja, hogy 1,5 millió katonát szélnek eresztenek, akkor körülbelül 5-6 millió ember marad kenyér nélkül, mert mindenki volt, ugye családja, feleség, gyerekek. És ők mondták, ők nem Saddamhoz voltak hűk, hanem az iraki kormányhoz, illetve az iraki államhoz, tehát ők hűségesküt fogadnak az új kormányra is, Washington azt mondta nem, kirúgták ezeket az embereket, belülük alakult ki először az ellenállás, ugye Fallujah-ban voltak nagyon komoly harcok, később megalakult ebbe az úgynevezett ellenállásba az iszlám állam. Tehát vannak ott olyan stratégák, olyan volt katonatisztek, akik Nagy-Britanniában, Amerikában, Németországban, Franciaországban jártak katonai főiskolákra. Tehát nem csak egyszerű buckalakok, egy RPG-vel, meg egy kalasnyikovval, hanem tényleg eszek. Lehet látni, hogy hogy foglalták el Szíriának és Iraknak egy jó részét, ugye a nagy folyóknál. Pedig a sivatagban marha fontos a víz, fontos az energia, tehát van vízem, el tudom látni az embereket, gyerek energiát, tehát van elektromos áramom, és ezzel még úgy eleinte szimpátiát is keltettek az emberekben, mert az iraki offenzíva óta igazából nem volt megoldva Irakba az energiaellátás, ők ezt helyreállították. Először még örültek is az emberek, hogy fú, de jó, meg ugye nem síták, hanem itt egy szunita ellenállásról van szó. Na a síta kormány, amit Amerika úgy bábként oda tett, ugye azok mindent megtettek, hogy a szunitákat visszaszorítsák, igazából ez egy ilyen, hát hogy mondják ezt magyarul, hogy egy visszaütöttek, mert ugye Saddam Hussein meg az ő csapata, ők szuniták voltak. Szunita-síta ellentét? Képbe tudja mindenki? Akkor jó. Nem mélyelünk bele. Tehát igazából az emberek örültek neki, csak mikor ezek a kegyetlenségek jöttek, mikor agyonlőttek nőket az utcán, mert mobiltelefonáltak. Mert ugye azt mondták, hogy ez nem ildomos egy muszlimának, hogy mobiltelefonáljon. De hát, és kérdem én, miért Mohamed korában volt AK-47-es? Nem. Akkor őket is le kéne lőni, mert olyan fegyvert használnak, ami az iszlám alatt nem volt, vagy az iszlám fénykorában nem volt. Igazából akkor csak karddal hadakozhatnának, az úgy tök jó. Indiana Jones, amikor jön a fickó a két kardval, aztán kedvenc jelenetem kb. Az lenne. De ez akkora terület, mint egész Nagy-Britannia.
Tehát azért ne becsüljük le az iszlám államot, akárhogy is most itt viccelődök velük, tehát nem szeretnék a kezükbe kerülni. 9,5 millió ember fölött uralkodnak. Azért ez egy marha komoly szám. És akkora terület, mint Nagy-Britannia. Itt ezek a kis zöld részek, ugye ott nyakon vágták őket eléggé a kurdok, meg ugyanúgy a reguláris szír hadsereg, ugye visszafoglalták Pálmirát. Ugye Putyin az előzőleg egy kicsit légicsapásokkal ottan puhította nekik a terepet. Putyin különben marhára betett nekik. Az iszlám állam napi 2 millió dollárt keresett azzal, hogy olajat csempésztek a törököknek. A törökök meg is vették. Ők marára segítették ám az iszlám államot, azt, hogy most azt mondják, fú, mi utáljuk őket. Azért éjszakánként nagyon érdekes kamionok hagyják el Törökországot, és mennek be az iszlám állam területére, lőszerrel, fegyverekkel. Például Abdallah Jordán király mondta, egy nagyon klassz beszéde volt, én elolvastam a német leíratát, hogy nagyon nagy hiba az, hogy Európa így a törökökkel egyezkedik, és vesz onnan át igazi menekülteket, mert ugye amennyire a törökök együttműködnek az iszlám állammal, elképzelhető, hogy nagyon veszélyes terroristák küldenek majd be az Európai Unióba. Úgyhogy Abdallah Jordán király se hisz nekik. Ugye miután tudni lehetett, hogy vették az olajat, de Putyin lebombázta az olajtárolókat, a tartálykocsikat, és ezáltal egy kicsit csökkent a bevételük. Amerika ugye drónok segítségével felégette a készpénzraktárukat, ott nem is tudom mennyi, azt hiszem 2 milliárd dollár égett el, mert ugye nincsenek ott bankok. Tehát nincs pénzmozgás, minden cashbe megy, amerikai dollárba, érdekes módon pont a nagy sátának a pénzét használják, ez is valahogy obszkúr. Na mindegy, tehát Amerika elégette a készpénzraktárt, és most odáig jutott az iszlám állam, hogy már több mint a felére le kellett csökkenteni a zsoldot a katonáinak. És sokan meg is lógtak, mondták, ilyen kevés pénzért nem haluk meg, meg is értem. Úgyhogy igazából sikerül egy kicsit visszavetni őket. Ugye rengetegen szereztek hamis dokumentumot, mert az iszlám állam elfoglalt kormányépületeket, kiállította a harcosainak a dokumentumokat. Szerencsére a német titkosszolgálatnak sikerült egy pár száz dokumentumnak a sorozatszámát megtalálni, így már vettek is őrizetbe terülgyanú személyeket Németországba, de ki tudja, hogy hány százan vagy hány ezren érkeztek még. Ugye mondtam, hogy tengeren át kb. 1,5 millióan érkeztek, és itt is megmutatták az igazi arcukat, hogy mennyire humánusak meg beilleszkedők. A nőket, a keresztényeket és a gyerekeket ilyenkor bedobálták a vízbe, amikor süllyedt a hajó. Azt mondták, hogy ők nem érdemesek arra, mi muszlim férfiak, mi majd megmutatjuk, hogy mi a tuti. És rengeteg ember vízbe öltek, hogy mentsék a bőrüket. Pár szomáliait elkaptak emiatt, Hamburgba bíróság elé is állították őket, életfogytot kaptak, ami ugye német törvények szerint 25 év, mert alkotmányos nálunk, hogy van lehetőség, vagy biztosítunk neki lehetőséget úgynevezett ilyen restleben, tehát egy maradék életre, hogy még életébe kijusson a börtönből, hát nyilván megérdemlik. Ugye ez, amit mondta, hogy nincs terve a német kormánynak, hát így néz ki, hogy Berlinben egy regisztrációs központ, így nézett ki röviddel, mikor voltam utoljára, karácsony után. Tehát igazából nagyszerű emberek tízezrei várnak sorszámmal, hogy valamikor majd kihallgassák őket, kb. Egy óra van egy ember kihallgatására, utána készítenek biometrikus fotót, amennyiben megengedi, leveszik digitálisan az új lenyomatot, amennyiben megengedi, kap egy karszallagot, aztán mehet enni. Úgyhogy igazából vicc az egész. És ugye mondom, erőszak, mint emberi jog, tehát ők nem a normális észre, nem a megértésre próbálnak meg, nem a sorsukkal, hogy tényleg rossz és menedéket kérnek, hanem mindig az erőszakra appellálnak. Ugye ez is egyik kedvenc képen, hogy rá van írva, hogy terör a csókára, amelyik ottan éppen, nem tudom, meditál, hogy Kurdisztán. Hát az ég szerint mennyire büszke, hogy még magára is forradja, akkor miért nem harcol mondjuk a kurd oldalon az iszlám állam ellen? Tehát amikor szóba került, hogy német katonákat is ugye bevessenek például Szíriába vagy Irakba az iszlám állam ellen, hát mondtunk, mi igazából ugye ezt nem szeretnénk. Mi menjünk oda harcolni, ők meg nyaralnak itt a mi adónkon, itt világkörüli úton vannak, mert hó, Dániába több a pénz, oda megyek, hú, Norvégiába ott még több, jó, ott hideg van, átmegyek Finnországba, biztos sokkal melegebb. És akkor mi menjünk ott rendet tenni, hát igazából nem nagyon kéne, én azt mondom. És ugye nagyon helyesen itt föltette a magyar kormány is a kérdést, hogy mire fordítsuk a nemzeti erőforrásokat, ugye a saját gyermekeinkre, vagy pedig ezekre az arcokra, akik igazából gyűlölnek minket, keresztes lovagnak neveznek, akik tényleg azt hirdetik, hogy vágják át a torkunkat, ugye mutatják néha, hogy a kamerákban is nagyszerű, mikor valaki, hogy én menekült vagyok, és utána mutatja a kamerába, hogy majd átvágja a nyakunkat. Tehát azért meg lehet nézni, hogy kire fordítjuk inkább az adót, vagy
vagy melyik kormányba bízik az ember Európába, arra, amelyik megvédi a határait, megvédi az embereket, mint a magyar kormány, vagy amelyik arra buzdítja embereknek a millióit háborús övezetekből, ahol tömeggyilkosok, pszichopaták, terroristák vannak köztük, hát gyertek át, mert ti szegény menekültek vagytok, tehát igazából egy vicc. És én ugye nem vagyok itt választópolgár, de hát ha tehetném, ugye mindenki tudja, kire szavaznék, mert igazából az egyetlen megoldás, jó megoldás az, amit Magyarország csinál. Ugye a köveket rámolták el az útból, tehát egy vicc igazából, amit ezek az emberek mondanak, tehát a legnagyobb aljasság, amit el lehet követni, azt ők meg is tették. Na, itt van ez a csöppet sem szimpatikus szakállas ember. Az a vicc, hogy nála 9 útlevelet találtak a hatóságok, és na itt jön képbe megint a Helsinki Bizottság. Meghívtak a Corvinus Egyetemre, és jött ott egy jogásznő a Helsinki Bizottságnak. Én már nem is nézett ki rosszul először, hogy örültem is neki. Ott jön a szösszió, beszélgetünk, mert minden, de nagyon rezervált volt, és akkor szóba került ugye ez az ember, és akkor mondját, én rosszul tudom, hogy 9 útlevél volt nála, de mind a 9 a családtagjaié. Hú, mondom, én látom az útleveleket, mondom, és a feleség is ilyen ronda, akkor neki megváltás lesz a börtön, komolyan. Nem kell többet látnom a kopasz szakállas nőt, meg a gyereke is ilyen, akkor ugye felmerült, hogy lehet, hogy klónok. Akkor nagy bajba vagyunk, de akkor úgy gondolkoztunk így barátokkal, hogy vagy nem, vagy keresünk valami nagyon jó csajt, kérünk tőle ilyen kis génpróbát, hajtincs vagy valami, és akkor klónoztatjuk, hogy kimegyünk oda, onnan ő jött, hogy csinálj nekünk ebből egy párat, a pénz nem számít. Bár kétlem, hogy a Közel-Keleten a klón technika ilyen szinten állna. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném tényleg, hogy bevarják őt élete végig, tehát tényleges életfogytot kapjon, mint terrorista. Mert azt kell még róla tudni, hogy ő valóban Cipruson él, ciprusi útleve van, bármikor beutazhatott volna az Unióban, teljesen legálisan. Viszonylag jó módban is él, családja is van, tehát itt merül fel a kérdés, hogy mit keresett ő a migránsokkal. Miért segítette őket, miért adott ultimátumot a magyar rendőröknek, miért támadta ki egy gyilkos vehemenciával a határt védő kollégákra. Ugye nagyon sok kérdés van, remélem kapunk rá majd választ tőle, bár nem hiszem, hogy nagyon szeretem a magyar rendőröket, ezt fogja mondani. Na. A jobb oldali a Merkel, tehát amelynek nincs bajusza. Ugye minden gond forrása, mindig gondolom, mesemondó lennék, így kezdeném, volt egyszer egy kancellár asszony, akinek elgurult a gyógyszere. Nem értjük, tehát az a baj, hogy én is mindig rászavaztam. Mert Merkel volt az, aki azt mondta, hogy megbukott a multikulturális társadalom. Ő mondott nemet Erdogánnak, amikor ő követelte, hogy legyenek török nyelvű iskolák Németországban, megmondta, hogy ácsi, nem. Itt tanulhat mindenki, ráadásul egy buznyákba nem kerül, de németül. Ugye főiskolákon, egyetemen lehet az első évét angolul, de utána fel kell hozni a nebulókat egy olyan szintre, hogy németre tudjanak váltani. Tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy igazából változtatni kellene az integrációs politikán, meg mindenem, és ugye eleve a család politikai nézeteim, tehát ez a kifejezetten kereszténydemokrata, kereszténszocialista vonal, amiben fölnőttem, ami nekem szimpatikus, tehát én ettől se jobbra, se balra, se liberális irányba nem szeretnék menni. Csak úgy most így beszélgetünk családdal és barátokkal, hogy jönnek a választások 2017-ben, kire fogunk szavazni. Tehát igazából a CDU-CSU koalíció eljátszotta a szimpátiánkat. AfD az nekünk kicsit már túl jobb, tehát csatlakoztak oda olyan elemek is. Engem megkeresett az AfD 2010-ben is. Szerették volna, hogy Németországba beszállják a politikába, hallották egy-két nyilatkozatomat, hogy 100 országba kis korteskedés, meg egyebek. Találkoztam ott egy-két olyan taggal, vezető taggal, hogy nem. Tehát nekem ők már nagyon radikálisak és nagyon jobboldaliak, tehát azt nem szeretném. Ugye SPD-re még kevésbé fogok szavazni, tehát elvették igazából nekünk a politikai táptalaj, tehát azt a pártot, amit szerettünk, azt a politikai irányvonalat, amit képviseltünk, amiben bíztunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz igazából. Tehát egy ilyen politikai, vagy egy ilyen választási vákumba kerültünk, hogy mi lesz velünk, hogy a CDU-CSU választókkal jövőre. Nem tudjuk. Tehát jöttek olyan hírek, hogy majd találnak valakit, ugye, hogy Merkel helyett, de kit azért, hogy valakit fölépítsenek, ugye, mint politikust, az idő kell. Tehát egy arc, akit az emberek szimpatikusnak találnak, megbíznak benne, roadshow-ra kell mennie, kell egy nagyon jó pártprogram. Tehát ehhez már nincs idő. Tehát ez a fél évre nem lesz elég. Tehát nem tudom, ha nem megyek el választani, lehet, hogy ultima ratióként nem fogok elmenni választani, nem tudom. Tehát komolyan gondba vagyok.
Hát nem tudom, igazából mondott nagyon sok szép dolgot Seehofer, de abból még semmi nem valósult meg. Tehát ugye ő mondta, hogy le kell zárni a határokat, ultimátumot adott Merkelnek, eltelt az ultimátum, nem történt semmi, mondta, hogy kilép szövetségi szintre, ugye, hogy szövetségi szinten Németország szerte, de csak Bajorországban lehessen választani a CSU-t, Keresztény Szocialista Uniót, ezt se tette meg. Úgyhogy nem tudom igazából, mondom úgy barát, család, mindenki úgy, hogy most mit csináljunk, meg kire szavazzunk. Még kis viccet beraktam ide a végére, hogy ugye el kell menni fiúk Afganisztánba, mert kell a laktanya a migránsoknak. És tényleg való ez a valóság. AfD nagyon frappáns posztert készített a választásokra, ugye, hogy túl csekély volt sajnos az ellenállás, ugye a német nép részéről nem tüntettek elegen a migrációs hullám ellen, és akkor ezt úgy meglovagolta az AfD, ugye, hogy a német kormány új népet választott magának, ideje legyen olyan nép is, új kormányt válasszon. Tehát nagyon jó volt a szlogen, csak mondom, ők nagyon elmentek egy kicsit túl jobb irányba. Ugye még hibát elkövetett Merkel asszony azzal, hogy lecsőcselékezte azt, aki a migrációs politikáját megkérdőjelezi. Tehát egy politikus nem mondhat ilyet a saját szavazóira, hogy ez egy csőcselék, csak azért, mert egy politikai döntést rossznak találnak. Ugye régen még az NDK-ban úgy indultak ott a szabadság utáni vágyat, ugye artikulálták, hogy wir sind das Volk, mi vagyunk a nép, és most ez a szlogenük, a migrációs politikája ellen vannak a kormánynak, lemerült az aksi, hogy wir sind das Pack, mi vagyunk a csőcselék, igazából a tüntetéseken az emberek felragasztanak ilyen kis matricákat. Csak ahogy említettem, kevés volt az ellenállás, és sajnos ez a status quo, hogy nem tudjuk hogyan tovább Németországban, nem tudjuk hogyan tovább a politikában. Igazából azt hiszem ezzel így a kis előadásomnak a végére is értem. És még azt akartam mondani, hogy nem csak én, hanem nagyon sok német barátom, ismerősöm, tényleg örülünk annak, hogy egy ilyen kormánya van Magyarországnak. Nem titok, a Bosch cégnek az igazgatója megkérdezte tőlem, hogy ő félti a családját, hogy szerinte vegye házat Magyarországon, mert neki is gyerekei vannak. Mondtam, hogy igen, én azt tenném a helyébe. Tehát tényleg csak azt tudom mondani zárszónak, hogy hajrá Fidesz, hajrá Magyarország, és hogy nagyon bízom, nem csak én, hanem sok más német barátom is a magyar kormányban, és tényleg maximálisan példát mutatott Európának, lehet látni, hogy igazából mindenki a magyar vonalat képviseli, utánozza, látjuk ugye Ausztriától kezdve Macedóniáig, úgyhogy szerintem az egyetlen jó lépés az, amit Orbán Viktor és kormánya megtett, és nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattatok, és ugye, hogyha kérdés van, akkor azt a legnagyobb örömmel megválaszolom. Nagyon szépen köszönöm.